Ebben a nyíregyházi halsütödében tele van a fagyasztó import és bevásárló központokból származó hallal. Az étterem vezetője azt mondja, amióta nem lehet tiszai, frissen kifogott halat kapni, ő is leginkább a multiknál szerzi be a jó minőségű és finom alapanyagot. Tiszai halászoktól közvetlenül vásároltuk. Nyilván ez árban és minőségben is a legkedvezőbb lehetőség volt, de miután ez a változás bekövetkezett, kénytelenek voltunk utána nézni. Én már sajnos tavaly évelején hallottam róla, hogy ez be fog következni, úgyhogy elkezdtem intenzíven kutatni a különböző nagykereskedelmi egységekben fellelhető jó minőségű halak felől. Nehéz munka árán, de hál' Istennek találtam olyan halakat, amit nyugodt szívvel merek a kis étkezdénkbe sütni, főzni. Mivel a kereskedelmi célú halászat tiltott, a horgász pedig nem adhatja el a zsákmányát, ezért az a hal, amit közvetlenül a Tiszából fognak ki, nem kerülhet étterembe. A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közhasznú szövetségének ügyvezetője ennek ellenére azt mondja, a kereskedelmi halászat korlátozása több évtizedes problémákra nyújt megoldást. A halászat, mint tevékenység nem szűnt meg, egyedül az a formája került korlátozás alá, illetve megszüntetésre, ami a kereskedelmi célú halászatnak neveztünk. Jelenleg is van lehetőség arra, hogy állami halász egy birtokában hobbi célból halászati tevékenységet folytassanak azok a személyek, akiknek erre jogosultság van és ezt szeretik. Gyakorlatilag a korábbi ellenőrizetlen körülmények kerültek szabályozásra, ugyanis bármilyen furcsán is hangozhat, de az ezelőtti években, és itt akár 50 évre is visszamehetünk, a halászoknak nem volt például darabszám korlátozása, vagy akár mennyiség korlátozása, annyi halat foghattak ki, amennyit éppen tudtak. A hazai kereskedelmi célú halászat betiltásával a halak ára is emelkedett a vendéglátóhelyeken, ugyanis a legolcsóbban a tiszai halászoktól szerezhették be az éttermek és a sütődék az alapanyagot.